Az elmúlt hétvégén Belgrádban rendeztek korosztályos úszóversenyt, amelyen 8 ország 167 versenyzője állt rajtkőre. A lányoknál a 14-15 évesek, a fiúknál pedig a 15-16 évesek mérték összetudásukat. A magyar válogatott 28 úszóval utazott Szerbiába, köztük volt a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője Barna Bianka is. Urbin Tamás és Kovács Rita tanítványa egy ezüst és egy bronzéremmel járult hozzá, a magyar csapat 29 arany, 21 ezüst és 13 bronzéremmel záruló az éremtáblázat első helyét érő teljesítményéhez. Bianka 100 mellen 1 perc 12,28 század másodperces idővel lett második, a 200 mellen elért 2 perc 36,61 század másodperces ideje a harmadik helyhez volt elegendő, 50 mellen pedig 33-44-jel negyedikén csapott a célba a nyíregyházi úszónő. Neki az első nemzetközi nagy versenye volt. Én azt mondom, hogy a serlőbajnokság felé félúton vagyunk. Mi munkából mentünk a versenyre, kimondottan nagyon nem készültünk rá, és ehhez képest is nagyon jól szerepeltünk. Hát a 100 méter és a 200 méter mellen közel a legjobbját úszta. Úgy, hogy mondom még egyszer, nem volt semmi formában hozás erre a versenyre. 50 méter mellen sikerült a délután megjavítani, 500-addal maradt le a dobogóról. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó előjel a serlőbajnokságra. Mint a versenyző elmondta, jelenlegi formáját tekintve elégedett a Belgrádban nyújtott teljesítményével. Nagyon jól éreztem magam, nagyon jó verseny volt szerintem. Hát nem a csúcsformánkba érkeztünk, mivel majd jövő héten kezdődik a serdülő országos bajnokság, ahol szeretnék nagyon jól teljesíteni. Ahhoz képest, hogy így tényleg nem csúcsformában érkeztünk, nagyon jó időeredményeket tudtam úszni, inkább a döntőkben, az előfutamokban sem úsztam rosszat, de a döntőben tényleg tudtam még rájavítani. A serdülő országos bajnokság jövő szerdán kezdődik Debrecenben. Barna Bianka, csak úgy, mint Urbin Tamás, mindhárom mellúszó számban aranyérmet vár magától. Bianka tavaly 2020-ban ilyen összevont keretek között megrendezett serdülő, illetve ifi bajnokságon magyar bajnok lett 100 méter és 200 méter mellen. A cél nem lehet más, mint a bajnoki cím megvédése, viszont vannak versenytársak, akikről nagyon jókat hallunk az utóbbi időben. Én úgy gondolom, hogyha sikerül befejezni ezt a másfél hetet úgy, hogy nincs betegség, nincs sérülés, és minden adott, akkor mi győzni megyünk. Barna Biankán kívül még 13-14 nyíregyházi úszó indulhat a serdülő bajnokságon.